1990 óta, az első szabad választások óta gyakorlatilag a közéletben mozgok. A választók bizalmának következtében a szlovák parlament képviselője, majd az európai parlament képviselője voltam. Közte volt egy rövid időszak, amikor a munka- és szociális ügyi államtitkár szerepét töltöttem be. Azt hiszem, hogy az életem valóban egy nyitott könyv. Annak idején azt is tudták, hogy nem csak azt tudták rólam, hogy két lányom van, hanem még azt is, hogy az egyik lányomnak fiús természete van. Azt hiszem, hogy ehhez valóban nem sok mindent lehet hozzátenni. Talán csak annyit, hogy azóta született három gyönyörű unokám, és azt hiszem, hogy őértük érdemes.